ez a járványos emberke, aki nem biztos, hogy járványnak nevezhetjük, hanem inkább azt mondom, hogy influenzás emberke. És akkor ha megnézed az adatait a múltban az influenzának, meg esetleg a mostani, ki tudja minek, amit lehet, hogy úgy lehetne mondani leginkább, hogy pandémiának, megnézed az adatokat, és furcsa mód, nagyon hasonlóak. Tehát utána nézhetsz a Google-ban, hogy milyen múltbéli influenzás adatok voltak egész évre vonatkozóan, össze tudod hasonlítani a mostani pandémiás adatokkal, a tavalyi pandémiás adatokkal is. Furcsa módon egyezőségeket látsz. De mindenben, most én nem világadatokról beszélek, most magyar adatokról, de bármelyik országban, ahol közöltek ilyen adatokat, már pedig Magyarországon közöltek, lassan évtizedek óta, utána lehet ezeknek nézni. Például megnézheted a tavalyi pandémiás adatokat. Például most vagyunk november közepe táján, megnézed a tavaly november közepei táji pandémiás adatokat is. Szinte egymásra lehet helyezni a két grafikot. Sőt, megnézed az influenzás előző adatokat, a 19-18-17 akármit, szépen a grafikonjai szinte egymásra lehet helyezni a tavaly előtti adatokkal. Kis eltéréssel. Ha nem hiszed, járj utána, meg tudod nézni. Ne higgy nekem. Csak én úgy vagyok, én nem hiszek azoknak az adatoknak, amit mond a média. Én szeretek mindennek utána nézni. Ha te mondasz valamit, azt se hiszem, annak is, ha lehet utána nézni, utána nézek. Érted? És te is nyugodtan utána nézhetsz dolgoknak, hogy vajon úgy van-e, ahogy állítják. Vagy esetleg van benne egy kis elcsúsztatás. Csúsztatás. Vagy akár nagyobb csúsztatás. Na most például a tavalyi adatokat, meg az idei adatokat, tehát a járványügyi adatokat megnézed. Ugye nálunk más járvány most már évtizedek óta nincs, ilyen influenza, tehát légúti megbetegedésekkel kapcsolatos járványokról beszélhetünk. Hála Istennek, más típusú járványok már Magyarországon évtizedek óta nincsenek. És ha légúti megbetegedéssel kapcsolatos járványokat szépen megnézegeted, például a tavalyit meg az ideit, már meg lehet nézni például a koronavírus.gov.hu-n, vagy mit tudom, common, vagy mit tudom én, mi lényeg az, hogy van ilyen. Ugye adattár, és megnézed, és akkor azt látod, hogy a tavalyi év, meg az idei év, az nagyon hasonló egymással. Pedig a lakosság 60%-át beoltották ez ellen a járvány ellen. Magyarul 60%-kal alacsonyabb adatoknak kellene lenni. Hol vannak az alacsonyabb számok? Kérdezem én. Sehol. Azt mondják, hogy azért nincs, mert a 40% még nem oltatta be magát. De akkor is a 40% nem tud háromszor annyi adatot produkálni. Érted? De még kétszer annyit se. Tehát az azt jelenti, hogy 60%-kal alacsonyabbnak kellene lenni a számoknak. De a számok azok szinte majdnem pontosan egyezőek a tavalyi adatokkal. Hogy van ez? Kérdezem, drága egyetlen média, hogy van ez? Nincs itt valami átverés? Kérdezem én.
Hol vannak a kisebb számok? És akkor lehetne még ezzel kapcsolatban mondani dolgokat, de én csak annyit mondok, hogy gondolkozz, hogy ne hagyd magadat mindennel megetetni. Oké? Ne higgy el mindent, amit neked mondanak. Most tök mindegy, hogy a média, vagy a szomszéd, teljesen mindegy, vagy akár a párod, teljesen mindegy. Nézz utána. Nekem mond valami hírt a nejem, fogok és utána nézek. Valahogy nem tetszik neki, hogy miért nem hiszem el. De hát úgy vagyok vele, hogy miért nem nézhetnék én utána? Ki tiltja azt meg nekem, hogy én utána nézzek annak? Hát a nejem se tilthatja meg nekem. Úgyhogy ezért utána szoktam nézni. Valaki mond valamit, te utána szoktál nézni. Hallasz valahol valamit, utána szoktál nézni. Vagy elhiszel mindent, amit az emberek mondanak. Vagy akár a média mögött nem emberek vannak véletlenül. Azt nem emberek mondják. Ugyanúgy emberek mondják. És a média, mit gondolsz? A médiában lévő híreket, az összeset, nyilván a fősodrású médiáról beszélek most, szerinted hányan szerkesztik? Ha 1000 ember szerkeszti az összes hírt, akkor sokat mondok. Na most az 1000 magyarországi hírekről beszélek természetesen. Na most ha megnézzük a lakosság lélekszámához képest az 1000 ember, az hány százalék? Azt mondja, hogy a 100 000 lenne az 1 százalék, vagy a 10 százalék, hogy van? Nem, az 1 millió a 10 százalék, a 100 000 az 1 százalék, a 10 000 az 0,1, az 1000 az 0,1 század, tehát 1 század százalék, tehát az 1 század százalék véleményenek te hiszel. Akkor ugye kérdeznék még. Az egészségügyben dolgozik pár 10 000 ember az országban. Azoknak a főmuftis vezetői, hát nincs 1000 ember. Tehát még a 0,1 század százalék sincs a főmuftis vezetők, és mindenki rájuk hallgat. Azokra, akik hipohanderek. Érted? Rettegnek a betegségektől. Azokra hallgat a világ, akik rettegnek a betegségektől. Egészséggel kezdtünk el foglalkozni 2005-ben. És megfigyeltem, hogy akik egészséggel foglalkoznak, tök mindegy, hogy most gyógyítással foglalkozik, vagy egészségtermékekkel foglalkozik. Azoknak a nagy része képzelt beteg, hipoander. Ami azt jelenti, hogy retteg a betegségtől. Érted? És azokra hallgatunk, akik rettegnek a betegségektől, ez agymenés. Érted? És a világban, az összes országban most azokra hallgatnak, akik rettegnek a betegségektől. Érted? Eddig nem fogadták el évtizedeken keresztül a tanácsaikat. Most, tavaly óta csak az számít, hogy az egészségügyi vezetők mit mondanak. Semmi más. Nem számítanak a múltbéli statisztikák. Az nem számít. Nem számít az összevetés. Az nem számít. Egy számít, hogy az egészségügyi főmuftik mit mondanak. És két dolgot tudok elmondani az egészségügyi főmuftikról. Azt, hogy
félnek a betegségektől, és mivel félnek, elnyomják az embereket. Tehát elnyomók. Minden félelemben lévő ember a környezetében lévőket elnyomja. Méghozzá a legtöbb burkoltan nyomja el, nem nyíltan. Tehát mit jelent a burkolt elnyomás? Azt jelenti, hogy az adott személyeket nem, vagy az adott szemét nem közvetlenül nyomja el, hanem egy másik személynek mond arról az illetőről rosszakat. Tehát burkolt rosszakaró. És az egészségügyi főmuftik, mintha burkolt rosszakarók lennének. De miért? Egyébként, ha nem félnek, nem így működnének, mert hát segítő tevékenységben vesznek részt. Tehát magyarul ugye segítenének az embereknek. De mivel félnek? Mert félnek a betegségektől, mert kik találkoznak a leginkább betegségekkel? Nyilván ők. És nyilván a vezetőknél az összes adat koncentrálódik a betegségekkel kapcsolatban. Meg valószínűleg fiatal korában még lehet, hogy ő is gyógyított közvetlenül. Tehát ők találkoztak a legtöbb beteggel, és ezért kialakult náluk egy félelem, egy nagyfokú, egy felfokozott félelem a betegségekkel szemben. És ezt a felfokozott félelmet bármilyen ember úgy kezelné le. Tehát ha benned felfokozott félelem lenne, úgy kezelnéd le, hogy elnyomnád a környezetedben lévő embereket, akire hatással tudsz lenni. Tehát egy félelemben lévő ember minél nagyobb hatalommal rendelkezik, annál több embert nyom el burkoltan. Nem nyíltan. Mit jelent a burkolt? A burkolt azt jelenti, hogy a segítség köntösébe mutatkozva elnyomja az embereket. Mit jelent az elnyomás? Az azt jelenti, hogy előidézi, hogy az emberek ne érezzék jól magukat a bőrükben. Világos voltam. Tehát még egyszer mondom, az elnyomás azt jelenti, hogy az elnyomó előidézi, hogy azok a személyek, akikre hatással van, azok ne érezzék jól magukat a bőrükben. És most mintha ez folyna a világban, nem? Vagy rosszul látom? Hogy vannak itt nagyon félő vezetők, egészségügyi vezetőkről van szó, akik most hatalmat kaptak a kezükbe, és mivel nagyon félnek, ezért elnyomják azokat az embereket, akikre hatással vannak. Hát mondok egy példát, érted? Tömegesen azt szeretnék, hogy az emberek maszkot hordjanak. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a maszkhordás Ázsiában már régi keletű. Milyen évtizedes dolgok. Tehát amikor az ázsiai embereket videózzák, és itt Európában híreket mutatnak az ázsiai emberekről, akkor az ázsiai városok egy jó részében, például Kínában a nagyvárosokról van szó. Tehát ugye évtizedek óta a smog miatt hordanak maszkot. Nem a vírusok miatt, a smog miatt. Tehát a smog miatt. Nem a kisvárosokban, hanem a nagy ipari városokban, mindenütt, Japántól kezdve Kínán keresztül, minden kelet, tehát keleti országban, ugye az imént felsorolt országokban, de szerintem máshol is, tömegesen hordanak maszkot az emberek. De nem most kezdték, nem a Covid-dal,
hanem évtizedek óta mondom a szmog miatt. Na most, amikor vírus van, vagy baktériumok vannak, főleg egy ember szervezetében, és fölvesz maszkot, akkor a baktériumot az beleheli a leheletével a maszkba. Na most, ha bennünk tartózkodik a baktérium, akkor az immunrendszerünk lekezeli, hiszen van egy immunrendszerünk, de a maszknak nincs immunrendszere. Furcsa mód. Az embernek van immunrendszere, a masznak nincs immunrendszere. De a baktérium, mivel élőlény, az szaporodik. A vírus az olyan környezetben nem szaporodik, mert az nem élőlény. De egy baktérium szaporodik. Ha fönn van rajtad a maszk, akkor mit szeret a baktérium? A párás, meleg környezetet szereti. Nem a túl meleget, meg nem a száraz meleget, hanem az ilyen párás meleget. Na most a leheleteddel hideg levegő jön ki? Nem. Száraz levegő jön ki? Nem. Hanem ezeknek az ellentéte. Tehát folyamatosan leheled ki a baktériumokat, azokat szépen tenyésznek, és táptalajat biztosít a számára, a baktériumok számára, mert pont azt a környezetet hozod létre, amit a baktérium ahhoz, hogy szaporodjon, ugye ezt megteremted. Majd azt visszaszívod. Ha jól elszaporodott, akkor sokat szívsz vissza. Amit már nem biztos, hogy tud kezelni az immunrendszered. Főleg azért nem, mert a levegővel rögtön egyenesbe megy a tüdődbe. Hoppá! Tüdődbe, nem a nyálkahártyádon keresztül jut be a szervezetedbe, a száj nyálkahártyáján keresztül, hanem a tüdődön keresztül. Közvetlenül. Nem véletlen, hogy a maszkot pár óránként cserélik az egészségügyi dolgozók, kik használták elsősorban, a műtősök. És mindig steril mappát vesznek föl, mit tudom én hány óránként, pont ezért, hogy ne legyen ebből probléma. De az emberek szerinted pár óránként cserélik a maszkot. Na most, ha végig gondolod azt, amit mondtam, utána is nézhetsz egyébként. Ez tök logikus. Tök logikus. Nem 20 centire van tőled a maszk, hanem közvetlenül a szád előtt. Ami simán a levegővétellel lehet látni a legtöbb maszknál, hogy így mozog. Érted? Pulzál. Mikor kifújod, dudorodik, mikor beszívod, horpad. Tehát szépen szívják be az emberek a túltenyésztett baktériumokat. Kiváló arra, hogy még több beteg legyen. Oké? Vagy nem? Hát ha cserélgetnék pár óránként, akkor semmi gond nincs össze. Tehát, hogyha majd netán-tán köteleznek maszkhasználatra, akkor cserélgesd a maszkot, jó? Lényeg az. Szóval érdekes, egy helyzet van, ha egy jobban megnézed az egészet. Érdekes egy világunk van, és olyan, mintha ez nem számítana. Nem számítana. Tehát egy egészséges ember, amelyik
ugye nem igazán lehelget ki baktériumokat. Az, az a nincs ilyen probléma, érted? Tehát azokkal se volt, akik, mit tudom én, Kínában, meg a nagyvárosokban, ugye keleten, maszkot hordtak a szmog ellen. De az a szmog ellen. Tehát itt van egy olyan világ, amin azért érdemes gondolkodni, hogy jelenleg mi van, hogy a jelen problémáitól valamilyen szinten megvédd magadat. A jelen problémája az két dolog. Az egyik, hogy betegséget okoz, a másik probléma meg, hogy agybetegséget okoz. Nem azt jelenti, hogy megbetegszik az agyad, hanem ilyen, olyan, mintha azt mondanánk, hogy agyatlan dolgokat kezdenek el művelni emberek. És mintha agyukra menne a hülyeség az embereknek. Nyilván ez nem orvosi esetek, de mégis azt látod, hogy olyan dolgokat megcsinálnak az emberek, ami a saját túlélésükkel ellentétes. Érted? Mondom még egyszer, a saját túlélésükkel ellentétes. Tehát sajnos az embernek van egy furcsa tulajdonsága. Hogyha valaki hagyja magát, akkor csak annyit kell csinálni, hogy sokszor kell ugyanazt elmondani, és az illető, mint egy robot, elkezdi csinálni azt. Érted? Hát még egyszer mondom. Tehát, hogy az illető hagyja magát, mit jelent az, hogy hagyja magát? Hát az, hogy olyan helyzetben van, hogy nem gondol utána a dolgoknak. Az ember mikor nem szokott utána gondolni a dolgoknak? Akkor, hogyha problémái vannak. Ha egy embernek nincsenek problémái, és jelentkezik egy dolog, akkor fogja és utána néz annak a dolognak, vagy utána gondol a dolognak, és megteszi, vagy nem teszi, de az az ő döntése lesz. De itt az emberek, tehát nem tudom mennyire tudod, hogy az nem szabad akarat, hogyha egy nem kellően jó állapotú embernek számtalanszor elmondják azt, hogy mit csináljon, és az illető elkezdi azt csinálni. Még egyszer mondom, ez nem szabad akarat. Ezt úgy hívják, hogy manipuláció. Oké? Tehát az a szabad akarat, amikor az illető tényleg szabad akarattal rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy mit döntsön el. De az nem szabad akarat, amikor egy nem jó állapotú embernek addig nyomják, míg nem csinálja meg. Ha nem hiszed, hogy ez így van, próbáld ki ugyanazt a dolgot három embernél. Egy jó állapotúnál, mondd el neki egyszer-kétszer, nem fogja azt csinálni, hogyha az túléles ellenes neki. Mondj el egy kevésbé jó állapotúnak, aki még nem rossz állapotú, de kevésbé jó állapotú. Tehát mondjuk ilyen rossz indulatú ember. Mondd el neki. Neki sokszor el kell mondani, és csinálni fogja. Mondd el egy olyan embernek, aki már mondjuk a haláltól nem messze van. Tehát mondjuk ágyban fekvő már hosszabb ideje. Egyszer elmondod neki, és azt csinálja. Egyszer. Érted? Egyszer. Olyat simán megcsinál, ami a túlélés ellenes. A legelső ember, a jó állapotú, az nem csinál olyat, ami a túlélés ellenes.
Hát emlékezz vissza. Mit csináltak az emberek? Mire tanítottak gyerekkorodban? Ha például beteg van otthon, ilyen fertőző beteg, tehát ilyen baktérium vagy bármivel fertőzött, tehát ilyen légúti megbetegedés. Mit mondtak? Minél többet szellőztes. A maszkkal hol a szellőztetés? Ez olyan, mintha bezárnád magad egy kalitkába, és ott lehelgetnél. Érted? Ez pont olyan. Hol a szellőztetés? Tehát mindig azt tanultad gyerekkorban, egész életedben, hogyha betegség van a lakásban, szellőztes minél többet. Érted? Akkor tanultad azt is, hogy mennyire fontos az, hogy tudjál venni jó levegőt. Maszkkal hogy veszel jó levegőt? Érted? Hogy menj ki a szabadban, vegyél jó levegőt. A maszkkal rajtad hogy tudsz? Gondolkozz. Tehát az ember, gondold végig, tanították ezt neked gyerekkorban, hogy hogy csináld, mindnyájunknak. A legtöbb ember ezt totál elfelejtette. Mint ha meg se történt volna. Azért, mert a média az most teljesen mást sugároz. Oké? Az ember, ha logikusan gondolkodik, akkor rájönne dolgokra, de az ember nem tud rossz állapotban logikusan gondolkodni. Tehát egy olyan ember, aki mondjuk rossz indulatú, már pedig ha megnézed, érdekes módon most az elmúlt két évben a legtöbb ember az minimum rossz indulatú. De ez a minimum, de inkább annál rosszabb. És ha ezt végignézed, nem tudnak helyesen gondolkodni. Csak akkor tud az ember helyesen gondolkodni, ha följön egy viszonylag jó szintre. Érted? Egy olyan szintre, ahol az emberben már nincs rossz indulatú gondolat. Érted? Tehát amikor benned nincs rossz indulatú gondolat, na akkor vagy jó állapotban. Bármilyen rossz indulatú gondolatod van, te nem vagy jó állapotban. Világos voltam. És ha az ember rossz indulatú gondolatokat hoz létre magában, már pedig magadban hozod létre, az azt jelenti, hogy nem tudsz abban az időszakban logikusan gondolkodni. Hanem hogy cselekszel? Úgy, ahogy mondják sokszor, kétféleképpen cselekszik ilyenkor az ember. Úgy, ahogy ösztönösen cselekszik, ez az egyik. A másik meg úgy, ahogy sokszor hallotta, hogy cselekedjen. Oké? Tehát nem úgy cselekszik, ahogy kell, hanem ösztönösen. Nem úgy cselekszik, ahogy kell, hanem úgy, ahogy más mondja neki. Más mondta neki sokszor. És minél rosszabb állapotú, még egyszer mondom egy illető, annál kevesebb ez a sok. Oké? Annál kevesebb kell, szer kell az illetőnek elmondani, hogy azt csinálja. Szóval egy érdekes világban élünk, de most gondold végig, ott vannak az emberek, nagy magányukban, ugye megint majd lesz távolságtartástól kezdve minden, nem mostanában, majd, hogyha ezek a világkiállításos dolgok lefutnak. Tehát mostanában nem, mert még ugye lesz valami világkiállítás itt nálunk. Ha azok lefutnak, akkor ugye... Már mivel nagy számok lesznek, ezért ugye valamit tenni kell a számok visszaszorítására. Csak ha megnézed az influenza adatokat, azok mindig visszaszorultak. Érted? Mindig. Érdekes mód. Azok szépen, olyan március, áprilistól szépen szorultak mindig vissza. Tehát télen mindig. Mikor a legnagyobb az ilyen légúti megbetegedéses járvány?
Hát amikor már megyünk kifelé a télből, tudod? Amikor még tél van, de még nincs tavasz. Így a tél vége felé, amikor már nagyon elegük van az embereknek a szürkeségből, a sötétségből, a kevés napfényből, érted? Abból, hogy állandóan öltözködni kell, meg állandóan vetközni kell, érted? Egy csomó idő elmegy a öltözéssel, meg a vetközéssel, nem tudunk úgy mozogni attól a rengeteg ruhától. Tehát amikor az embereknek ebben már hót elegük van, na akkor van a legmagasabb szinten a járvány. És amikor ezekből megyünk kifele, és már nem kell mit annyi ruha, már hosszabbodnak a nappalok, már a napocska is elég sokat kisüt, úgy csökken a járvány. Nem hiszed? Nézd meg az adatokat. Hát nézd meg. Hát ameddig nem törlik esetleg ki a Google-ból az adatokat, addig tudod megnézni. Hát most gondold végig, ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy lementettük a tavalyi halálozási adatokat, és akkor utána megnéztük tavaly tavasszal, és megnőtt a tavalyi, tehát havi tételbe lementettük, és az év utolsó felébe, a tavalyi év utolsó felébe elkezdtek nőni visszamenőleg a halálozási adatok. Érdekes mód, hogy a fenébe haltak meg többen visszamenőleg. Hogy? Ja, ugye elvesztek a... és akkor utólag megtalálták őket. Igen. Azok voltak az eltűntek, biztos. Igen, de előtte sose volt ilyen érdekes mód. Mert ha valaki az eltűnt kiderül, hogy mit tudom én, mikor tűnt el, megtalálják a hulláját, akkor nem szokták visszadátumozni, mit tudom én, 6 hónapra. Érted? Akkor arra szokták dátumozni, amikor megtalálják a hulláját. Szóval a lényeg az, hogy de nem kis adattal, tehát úgy nyáron elkezdődött növekedni a számok, és november-decemberben már komoly számadattal többen haltak meg, mint így van, mint előtte adott hónap utáni statisztikai adatok alapján. De nyilván nem egyik hónapról a másikra született meg, hanem mindig ilyen 2 hónapos csúszással születtek meg a statisztikai adatok. És ahhoz képest, mit tudom én, mondjuk fél évre rá, hirtelen múltban többen haltak meg. Na szóval a lényeg az, hogy érdekesek ezek a dolgok. Általában a számok nem hazudnak, ezt tanultad, nem, matekból? A számok azok nem hazudnak. De a számokkal lehet játszani. Azt is tudod, nem? Na most például, hogy ma eszembe jutott egy dolog, hogy gondold végig, hol volt ilyen, hogy valakinek mondjuk van egy náthája, vagy netántán influenzája, mert ugye nem csak Covid van, hanem van nátha is, meg influenza is. Vagy esetleg köhög. Az akkor már negyedik. Érted? Van valami torokgyulladása. Érted? Na most, és fogja magát, és abban a pillanatban szalad leteszteltetni magát. Anyut letesztelték, mikor kórházba ment, 2-szer. És az elsőt, mikor bedugták a PCR-tesztet, ugye bedugták az orrába, hát azt nem tudta, hogy milyen lesz, azt még hagyta. A másodikat a jó Istennek nem akarta engedni. Mert olyan fájdalomos volt. Megkérdezték, hogy miért nem engedi, és akkor azt mondta, hogy azért nem engedi, mert fáj. Mert olyan fájdalmas volt. És emberek ezt beengedik bedugdosni az orrukba, érted? És úgy, hogy kérik, ők kérik, hogy dugdossák fel az orrukba. Na mondom, ez nekem jó példa volt, hogy anyu a jó Istennek nem engedte a másodikat. Mert hogy olyan fájdalmas volt az első. Hát azért gondold végig, majdnem az agyadik azt a hosszú, ilyen bazi hosszú pálcát.
Érted? Nem, nem akkorát, mint mondjuk egy fülpiszkáló, hanem annál jóval hosszabb. Na azt földugják. A jó Istenbe ide föl. Ha persze, hogy fájt neki. És emberek elmennek önként. Ilyet. A véradás se kellemes, ha vesznek az embertől vért, de közel nem olyan fájdalmas. Tehát anyu nem csinált, mikor vért vettek tőle, hogy utána nem engedte. Érted? Lehetett utána bármikor vért venni tőle. De ezt a PCR-tesztet, ezt másodikat nem akart engedni. Szóval lényeg az, hogy milyen fura. És akkor elmennek az emberek náthával, elmennek az emberek, mit tudom én, influenzával, elmennek az emberek mondjuk, mit tudom én, torokgyulladással vagy köhögéssel megmérettetni, hogy hát ha neki Covidja van. És mit mondanak? Hát Covidod van. Érted? Magyarul generálják a számokat. A számokat generálják. Elég érdekes. Hát kicsit érthetetlen, nem? Hát mi a manóért generáljuk a számokat? De hát a lakosság generálja. Nekünk úgy van védettségi kártyánk az egész családnak, hogy nem oltattuk be magunkat. És abból többünknek semmilyen tünete nem volt. Tehát nekem pár héttel ezelőtt csinálták meg a védettségi kártyámat. Én tavaly februárban, vagy az idén februárban voltam utoljára megfázva. De ilyen enyhe megfázás volt, csak nem komoly. És én azóta nem voltam megfázva, és mégis védett vagyok, érted? És ugyanúgy az egész család, mind a hatunk, az védett, pedig többünknek semmilyen légúti megbetegedése nem volt. Volt, akinek volt, de volt, akinek nem volt. De nem csak mi mentünk, hanem még összeszerveztünk egy pár embert is. Nem mentünk, kihívtuk házhoz. Ne kelljen menni. És többen csináltuk ezt a tesztet, és hányan összesen? Azt mondja, 6, 9, 9-en. És mindenkinek meglett a védettség igazolása, tehát mindenkinek ott van az ellenanyag a szervezetében, és senki nem oltotta be magát. Érted? És megvan a védettségi kártya. Tehát csak azért mondom, hogy hát olyanok is, akik tényleg átestek rajta, bizonyítottan átestek rajta, meg megállapították, hogy ő covidos, hát azok is beoltatják magukat. Tehát nézd már utána annak, megint ne hidd el, amit én mondok, nézd utána, hogy mi az, ami a leginkább véd egy beteg, egy fertőző betegséggel szemben, ha átestél rajta. Nem az oltás csak másodsorban, hanem ha átestél rajta. Oké? Tehát azok az emberek a világban bárhol, aki átestek valamilyen fertőző betegségen, védettebbek, mint akiket beoltottak azzal a járvánnyal, tehát azzal a fertőző betegséggel szemben. Oké? Ha nem hiszed ennek, nézz utána. Jó? Tehát bárhol a világon ez így működik. Tehát legalább, ha valaki, mit tudom én, be akarja magát oltatni, semmi gond nincs. Csak először nézesse már meg magát, hogy van-e benne ellenanyag. Ha van ellenanyag benne, akkor minek oltatod be magad? Hm? Ja, mert azt mondja a média. Jó, hát oltass be magad, mert azt mondja a média. Te dolgod. Csak azért mondom, hogy totál felesleges. Tehát
miért totál felesleg, és a következőt mondtam ebben kapcsolatban. Senki nem tudja, mi van benne az oltásokban. Érted? És a józan paraszti ésszel lévő emberektől hallottam, hogy azért nem oltatja magát, mert ki tudja, mi van abban. Hát az ember meg tartózkodjon ott olyantól, hát figyeld, elmész egy boltba, vásárolsz egy terméket, élelmiszerterméket. Vagy akár vásárolsz egy üdítőt. El tudod olvasni, hogy mi van benne. Pedig az nem a véredbe megy közvetlenül, hanem a gyomrodon keresztül szívódik föl. Érted? Na most, van egy általános dolog, ami a vérbe bekerül, az a legtöbb esetben tudod, hogy távozik? Vércserével. Érted? Tehát, hogyha kicserélik a vérét, akkor távozik. Hogy a vérből távozzon valami, ami a vérbe bekerült, tudod, mi kell hozzá? Speciális olyan dolgok, amit most nem fogok tanítani, mert már tanítottam a képzésekbe, a leszoktató coachban tanítottam. Tehát mondok példát, ha valaki például drogozott, az azt jelenti, hogy előbb-utóbb bekerült a vérbe a drog. Majd a vér szétszállítja a drogot az összes sejtbe. Ami azt jelenti, hogy onnan nem lehet egykönnyen kiszedni. Érted? Tehát megvan hozzá a speciális módszer, hogy mit kell tenni, hogy mi lesz az eredménye. Tehát olyan tünetei lesznek a drogosnak, akkor is, ha abba hagyta a drogozást, mintha drogozna időnként. Érted? Azért, mert a sejtjeiben ott vannak a drogmaradványok. És a drogot a vér szállította a sejtekbe. Érted? Tehát a kikerülés az azt jelenti, hogy bekerül a sejtekbe az az anyag, amit a vér szállít, és onnan bazi nehéz kiszedni. És évtizedek múlva is ott van a sejtekben a drog. Érted? Ugyanúgy bármi olyan anyag, ami idegen. Érted? Tehát ugye a legtöbb anyag, mert mit csinálnak a droggal, a legtöbb droggal? Hát vénásan beadják. Oké, ugyanez a probléma. Ha beadnak valamit vénásan, akkor nincs szűrőrendszer, amin átmegy. Az embernek van egy immunrendszer, ami magában egy szűrőrendszer. És a szűrőrendszert kihagyják, amikor közvetlenül a vérbe adnak valamit. Tehát nézd meg, ha egy mérget, mikor Amerikában méreggel gyilkolnak meg valakit, nem a szájon keresztül adják be, hanem közvetlenül a véráramba adják be a injekcióval. És az azt jelenti, hogy puty, az illető pár másodperc múlva halott. Ha ezt ugyanazt szájon keresztül adták volna be, még az sem biztos, hogy belehalna. Érted? Tehát most gondold végig, hogy azért, mert mit tudom én, jó üzlet, vagy nem akarok most összeesküvés elméleteket gyártani, mert már gyártottak ezzel kapcsolatban sokat, de egy dolgot mondunk, az egészség
az egy baromi jó üzlet, illetve a betegség, az egy baromi jó üzlet, de az egészség megelőzés, vagy a betegség megelőzés is, az egy jó üzlet. De nem véletlenül, itt tudom én, anno annak idején a Rockefeller család, mikor kötelezte az állam a második világháború idején, az amerikai állam, hogy ossza meg a részvényeit, mert ugye az amerikai olaj kitermelésnek a 70%-a a Rockefeller család kezében volt, és amikor kötelezte az amerikai állam, hogy adja el a részvényeket, akkor ő tudod mibe cserélt részvényt? A német Eagle Farben nevezetű gyógyszergyár részvényeit, tehát cserélték ki, és beszállt a gyógyszergyártásba a Rockefeller. Na most onnantól, mikor a gyógyszergyártásba beszállt a Rockefeller, onnantól kezdték el megtiltani a természetgyógyászatot az USA-ban, majd szerte a világban. Oké? Tehát onnantól azért, hogy gyógyszerekkel gyógyítsák az embereket, és ne a természetből beszerzett termékekkel. Ez azt jelenti, hogy üzletet csináltak a gyógyszerből. Na most tudni kellene azt mindenkinek, hogy átlagosan egy levél gyógyszer, amilyen 10-20 darab tudod, gyakorlatilag, az annak a költsége, előállítási költsége annyi, mint abból a levélből egy szemnek, amit eladnak. Érted? Tehát gyakorlatilag akkor megnézheted, hogy körülbelül 1000-2000%-os haszonnal értékesítik a gyógyszereket. Érted? És gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy oltás is idézőjebben gyógyszer. Nem? Tehát, ha megnézed, egy óriási biznisz a gyógyszer gyártás, nagyobb biznisz, mint a kábítószer. Tényleg. Mert ugye a gyógyszergyártás az legális, a kábítószergyártás az nem legális, és ezáltal ugye hát az illegalitás miatt ugye többet kell rákölteni az olyan fajta forgalmazásra, ez a susmusos forgalmazásra. Szóval a lényeg az, hogy de a gyógyszer az ugye forgalmazható. Ugye Magyarországon nagyon sok gyógyszer gyakorlatilag szabadon forgalmazható, tehát vény nélkül forgalmazható. És az azt jelenti, hogy az emberek vehetik nyakra főre a gyógyszereket, óriási hasznukat termelve ezáltal a gyógyszergyáraknak. Amit természetesen a részvényeseik nem feltétlenül így látják. Szóval a lényeg az, hogy érdekes világban élünk, ezek ilyen kis információk, nem kell ezeket elhinni. Nem. Nekem mindegy, hogy te mit hiszel. Én elmondtam ezeket a dolgokat, aztán azt kezdesz ezzel az információval, amit akarsz. Jó? Tehát ugyanúgy, ahogy a média egyéb dolgaira rám is vonatkozik, hogy annak, amit én mondok, nyugodtan néz utána. Jó? Semmi gond nincs ezzel. Bár ugye a média ezt nem mondja, hogy amit a média mond, annak néz utána, de én mondom, hogy nyugodtan néz utána. Jó? Hát hála Istennek egy olyan világban élünk, hogy sok minden fellel, sok minden információ fellelhető az interneten. Csak egy kis kutakodást, és természetesen időt vesz igénybe. Szóval a lényeg az, hogy
nézzük meg, mivel is foglalkozunk, mert hát eddig az még nem volt gondolatban. Ja, nem ez a lényeg, ezen gyorsan túllépünk. Itt nézzük, mit csinálunk? Képzéseink vannak. Ami a coach képzés egyik általam kifejlesztett fajtája. Tehát nem olyan, mint a többi coach képzés. Ezt én fejlesztettem ki, hogy milyen legyen. Mert nekem van egy küldetésem. Az a küldetésem, azért, mi a küldetés szó? Jó, nézzük meg. Tehát a küldetése minden embernek az, amilyen leszületett erre a bolygóra. Jó? Tehát nincs más küldetés. Az a küldetés, amiért leszülettél. Jó? Tehát egy cégnek például lehet célja, de küldetése nem. Mert a küldetése az gyakorlatilag csak az embereknek lehet. Jó? És ezáltal lehet olyan, hogy egy embernek van egy küldetése, és akkor ő azt mondja, hogy a cégének is az a küldetése, ha ő a tulajdonos, meg ő annak a cégnek a vezetője, de hát ez egy más kérdés. Szóval a lényeg az, hogy van egy küldetésem, a küldetésem pedig az, amit a fentiek róttak ki rám, ezt a küldetést, mindnyájunkra egyébként ők rótták ki a saját küldetését, tehát a fentiek róttak ki rám, hogy kicsit másabb, mint a többi embernek, az, hogy az embereket olyan tudatossági szintre juttassam, ezt egyedül sajnos nem tudom megcsinálni, tehát az én vezetésemmel olyan tudatossági szintre jussanak, hogy képesek legyenek visszatérni, ahonnan jöttek oda. Ez mit jelent? Hát, tehát, hogy visszabújjál édesanyád hasában. Nem erről van szó. Az ember az alapvetően két dologból áll. Ez a kérdés, hogy te melyik vagy. Tehát mit gondolsz magadról? Tehát te részben test vagy, anyag, részben szellemlény. A szellemlény részed az a lelked. Tehát alapvetően az ember így határozható meg. Ha a testünket jobban megvizsgáljuk, ha a testünkben nem lenne egy szellemlény, az állatokban nincs. Téves az a bármilyen tanítás, hogy bennük van. Életenergia van. Az egy teljesen más dolog. Az energia. Az nem egy konkrét szellemlény. A szellemlény azt jelenti, hogy egy értelmes olyan lény, amely önálló működésre képes. Tehát benned van egy olyan lény, amely önálló működésre képes. Sőt, ez az önállósága olyan, hogy akár amikor alszol, kiléphet belőled. Sőt, olyan, hogy ha megtanulod, akkor kiléphetsz a saját testedből. Tehát ez a szellemlény, ez azt jelenti, hogy mondom, önálló működésre képes. Az állatokban nincs egy olyan lény, amely önálló működésre képes, csak kizárólag az emberben. Természetesen az embernek is van életenergiája, ugyanúgy, mint az állatoknak, és ugye amikor ez az életenergia elhagy bennünket, akkor halunk meg, és minden élőlény akkor pusztul el, amikor az életenergiája elhagyja. Jó, de ez egy más kérdés. Tehát, de van bennünk egy lélek. Tehát attól, hogy a testünkben van életenergia, és élünk, és élőlényként működünk, attól, ha az életenergia elhagy minket, a lelkünk az nem pusztul el. Világos ez? Hanem egyszerűen fogja, és kilép a testből, amint az életenergia elhagyja az illetőt, kilép a testből, és él tovább. Mintha mi se történt volna.
Most az csak részletkérdés, hogy egy lélek testben van, vagy testen kívül. Abból a szempontból nem részletkérdés, hogy itt a Földön vagyunk. És gondold végig, benned egy olyan lélek van, amely simán létezett test nélkül. Tehát simán létezett test nélkül. Nem azelőtt, ahogy megszülettél ide a Földre, hanem mondjuk évezredek vagy évmilliókkal ezelőtt. Tehát simán létezett test nélkül. Na most itt van most egy olyan testben, ami nélkül meg látszólag nem működik. Miért? Nagyon egyszerű, mert egy léleknek, hogy testen kívül működjön, tudásának kell lenni ahhoz, hogy ez hogy működik, és hogy működjön ő testen kívül. Világos ez? Ha nincs tudása, akkor ő nagyon-nagyon ragaszkodik a saját testéhez. Világos ez? És ezért nem lép ki, mert attól fél, hogy akkor a test meghal, és akkor vele mi lesz. Tehát lényeg az, hogy az embereknek, a lelkének, mikor beszületett ebbe a testbe, nem volt meg az a tudása, hogy ő tud létezni testen kívül is. Tehát nem volt meg ez a tudása. Miért nem? Mert mielőtt lejöttél a Földre, nem akkor, mikor megszülettél, mikor kibújtál anyukád hasából, és nem akkor, hanem akkor jöttél le a Földre, mint lélek, amikor megfogantál. És amikor megfogantál, úgy fogantál meg, hogy nulla múltbéli tudással. Nulla. Tehát kitörölték az összes létezésedből, mint szellemlény létezésedből az összes tudást. Még azt is kitörölték, amit a létközi állapotban tapasztaltál. Tehát mindent. A lélek úgy működik, hogyha kitörlik a tudását teljes egészében, akkor gyakorlatilag egy dolog marad benne, a feltétel nélküli szeretet. Tehát amikor a teremtő létrehozta a lelkedet önmagából, akkor automatikusan, tudás nélkül rendelkeztél a feltétlen szeretet képességével. Majd erre ugye később mások is rájöttek, a teremtő teremtettjei, hogy meg tudják csinálni azt, amit a teremtő, hogy tudás nélkül legyen, nem létrejöjjön, legyen egy lélek. Tehát ugye a lelkek nem tudnak létrehozni egy lelket, csak a teremtő tud a világegyetemben létrehozni egy lelket. A lelkek nem tudnak létrehozni egy lelket, de meg tudják azt csinálni, olyan technikai szinten működnek, hogy az egyik lélek a másiknak kitörölje a tudását. Világos az? És tök mindegy, hány milliárd évet élt le az illető, nulla tudással rendelkezzen, tehát annyi tudással rendelkezzen, mint mikor a teremtő kiválasztotta önmagából. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy ezáltal a lélek nem tudja, hogy ő létezhetne testen kívül. Nem tudja, hogy neki voltak előző életei. Nem tudja, hogy mi történt egészen odáig, hogy a teremtő létrehozta saját magából. Ezt mind nem tudja. Ezáltal, hogy nem tudja, hát nyilvánvaló, hogy nem tud olyan dolgokat például, hogy hogy lépjen ki a testéből. Vagy nem tud olyan dolgokat, hogy miért jó lenne az neki, hogyha testen kívül működne. Nem tudja azt, hogy honnan jött.
nem tudja azt, hogy hol élte le esetleg a több millió vagy több milliárd évét. Nem tudja. És ezáltal, hogy nem tudja, gyakorlatilag mennyit tud? Amennyit megéltél, annyit tud. Érted? Amennyit tanultál, annyit tud. Amennyit támogatták a fentiek a tudását, annyit tud. Slussz, többet nem tud. Mert törölt tudattal jöttél létre. Tehát nulla tudattal jött létre ide a lélek ebbe az életébe. Mármint ebbe a testbe. Tehát nem tudja az ember, hogy ő honnan jött, de mégis van minden, vagy legalábbis sok emberben, főleg a szellemileg egy kicsit fejlettebb emberekben, van egy olyan belső érzés, hogy mintha nem ez lenne az én világom. Nem azért, mert ilyen-olyan bajok vannak, nem azért. Hanem egy ilyen olyan érzés, amit ugye a legtöbb ember nem tud hova tenni, hogy mintha nem ez lenne a világom. És hogyha én ezt a világot elhagyom, akkor nincs olyan, hogy vége. Érted? Tehát ezt a legtöbb ember magától érzi. De megint az imént mit mondtam? Minél több olyan dolgot mondanak valakinek, amivel át tudják idézőjelbe programozni, manipulálni, annál jobban azt hisz, amire manipulálják. És ha arra manipulálják, hogy nincs utána semmi, és mindent ebben az életében kell megélni, akkor ő azt hiszi egy idő után, hogy és elnyomja azt, hogy van utána a léleknek élet, elnyomja, és az erősödik meg benne, hogy az élet után nincs más. Tehát az élet után a nagy semmi van, a nagy üresség. Magyarul az élet után meghal mindene, nem csak a teste, hanem a lelke is. És ha az emberek ezt elhiszik, akkor elnyomják azt, hogy hát de valami mi miatt én élek tovább, majd amikor meghalok. És valahogy ez a világ, ez olyan furcsa számomra, mintha nem ide valósi lennék. Mert hát nem is ide valósi vagy. Ami annyit jelent, hogy hova valósi vagy. Hát egy olyan világba valósi vagy, ahol a szellemlényeknek van mérhetetlen tudása hozzánk képest. Tehát amikor egy ember olyan tudatossági szintre jut, hogy megszerzi azokat a tudásokat és képességeket, ami ahhoz kell, hogy képes legyen a feltétel nélküli szeretettel való működésre, és ez alapján történő működésre, akkor tud egy olyan szintre jutni, hogy visszakerülhet oda, hova, ahonnan jött. Ez pedig, mondom, egy olyan világ, ahol mérhetetlen tudással tudsz rendelkezni, tehát a bolygón, ha mondhatjuk azt, hogy az egész emberiségnek nem lesz, nincs annyi tudása, mint mondjuk mikor visszakerülsz és neked lesz. Ugyanis visszakapod az összes tudásodat, amit éltél onnan, hogy a teremtőd ki szakított magából. És azért az egész emberiségnek nincs annyi tudása, megmondom miért. Mert az egész emberiség tudásának nagy része egyszintű. Tehát nem kiemelkedő. Oké? És ezáltal, mivel egyszintű és nem kiemelkedő, ezért a tudás nem adódik össze.
csak az a tudás tud összeadódni, ami magasabb szintű, mint a másiké. Világos ez? Tehát, hogyha két ember ugyanazt tudja, akkor az nem lesz több tudás. Az akkor lesz több, hogyha az egyik többet tud, a másik kevesebbet. És akkor is csak annyival lesz több, mint amennyivel a másik többet tud. Világos ez? Tehát most gondold végig, hogy milliárd években beszélünk a lelkekről, és milliárd évek alatt mennyi olyan tudást gyűjtöttek össze, amit itt nem tud az ember összegyűjteni 80 év alatt. Hát azt a tudást most visszakapnád, amivel rendelkezel, amit mindig ugye elmentettek és utána töröltek, mármint úgy töröltek, hogy benned a lelkedből kitörölték, azt visszakapnád, hát gyakorlatilag a tested nem bírná. Érted? Ami azt jelenti, hogy azonnal fognád és ott hagynád a testedet, és soha többé nem néznél a testedre. Ezért a tested nem bírná. Érted? Legjobb esetben kómába maradnál, az a legjobb eset, ha életben tartanának, mesterségesen, de ha ez nem történne meg, akkor a tested az kimúlna. Tehát egyetlen egy ember sem maradna benne a testében azzal a tudással, ha visszakapna a tudását. És az összes test meghalna a Földön. Ezt csak úgy mondom érdekességként. Tehát szóval a lényeg az, hogy mi itt vagyunk emberek, és tudomásunk sincs olyan dolgokról, hogy nekünk van egy küldetésünk, hogy visszakerüljünk abba a létformába, amiben jött, amiből jöttünk. Érted? És minden ember. És ehhez az élet ad egy olyan, a földi élet, egy olyan tapasztalatot, hogy te megéld a rosszat, a jót, és ennek különböző számtalan verzióját, hogy pontos különbséget tudj tenni a jó és a rossz, a helyes és a helytelen között. És ha majd visszakerülsz, azt tedd, ami helyes és jó. És ha találkozol helytelennel, vagy nem jóval, akkor azt kijavítsd. Világos ez? Na most ezt, ha megnézed, most a legtöbb ember nem tudja megcsinálni. Oké? És ha megnéznéd, végignéznéd az egész emberiséget, nem sok ember találnál, aki ezt meg tudja csinálni. Tehát nem egy ezred százalék lenne, hanem hogyha találnál a bolygón mondjuk 10-20 embert, akkor sokat mondok. Az egész bolygón. Jó? Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy te hogy gondolkozol, hogy neked mi a küldetésed, de minden embernek az lenne a küldetése, hogy egy magasabb létformába kerüljön, és én azt a küldetést kaptam, hogy erre az útra rátegyelek benneteket, és haladjatok ezen az úton. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a megint nagyon érdekes előadást. Azt hiszem erre minden embernek szüksége lenne tudnia, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, és hogy ez a küldetésünk. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-rám talált, mert nem én találtam a PPH-ra. 5 éve vagyok itt tanuló, azt javaslom mindenkinek, ha már találkozott a PPH-val, a Nyílt Akadémiával, bármilyen formában, itt a helye, nincsenek véletlenek. Mi már megtapasztaltuk, hogy Szedlacsik Miklós, amit tanít, amit tanácsot ad, az tiszta, hiteles forrásból kapja.
Ha jobb világban szeretnél élni, azért vagyunk itt a Földön, mert nekünk kell létrehozni. Cselekvő gondolat mit sem ér cselekvőtettek nélkül. Ehhez itt megvan minden tudás és minden segítség, alkalmazási technikák és összefogás. Mindez egy olyan olcsó összegért, amit szerintem mindenki ki tud szorítani. 30 óra tudásért 9800 forint, tehát 330 forint óránként egy kávét nem adnak érte. Máshol egy tanácsadásért a többszörösét ennek elkérik, vagy bármelyik előadó 10-20-30 ezer forint egy óráért, ami motivációs semmire nem mész. A következő problémánál egy újabb tanításra van szükség, vagy egy újabb tanácsadásra, még több pénzért. Itt olyan szintű tudást és segítséget kapunk, ami valóban mi magunk tudunk alkalmazni a saját életünkben, és meg tudjuk tanítani másoknak, hogy ők is képessé váljanak erre. Hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát én nekem két dolog jutott eszembe az előadás alatt. Az egyik a Pista bácsi, aki kijön a gyógyszertárból és eldobja a gyógyszert. És oda menek hozzá. Pista bácsi, miért dobta el? Hát tudja azért, mert elmentem az orvoshoz, hogy megéljen az is. Elmentem a gyógyszertárba, hogy éljen az is. És eldobom a gyógyszert, hogy megéljek én is. Hogy éljek én is. A másik olyan dolog, hogy az a szint, hogy az előbb mondta Miklós, hogy körülbelül egy szinten vagyunk, mint átlag emberek. Itt erre csak azt tudom mondani, hogy én ismerek egy embert, aki azért jóval felettünk van, mint mi átlag emberek, ezt pedig úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós, és én nagyon köszönöm neki, hogy egyáltalán itt lehetek, és a PPH-nál tanulhatok. Egy olyan tudást ad nekünk, amivel meg tudjuk változtatni egész életünket, szokásainktól kezdve mindent. És egy olyan életformát él és tanít, amit ad nekünk, ami egyedülálló példaképnek tartom, követni kell. Itt az a lehetőség, hogy gyertek ti is, ugye sokan mondják azt, hogy majd eljön az idő annak is, mikor én belépek a PPH-ba. Hát erre csak egy dolgot tudok mondani, hogy az idő nem jön, hanem megy. Ha elszalasztod az időt, ezt máskor nem fogod visszakapni. Most szünetet tartunk, szünet után hangulatjavító kócsképzésünk lesz. Személyiségfejlesztő. Ja, személyiségfejlesztő, elnézést. Melyet szeretettel várunk, ha részt tudsz venni, akkor tartsál velünk. Ha úgy érzed, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél. Velünk megtiszteltél bennünket a jelenléteddel, és köszönjük szépen a részvételedet. Most pedig 25 perc szünetet következik. Nagyon szépen köszönöm.